Biztos van persze sportértéke az ellenzéki padsorokat elemezni, de nagyobb a sportértéke a tegnapi angol-magyar 0-4-nek. Annyi marad az angoloknak, hogy már győzelemként, hogy kifütyülhették a magyar himnuszt? Pont ezzel akartam kezdeni, hogy bármennyire is érdekes közelről követni a Jobbik végnapjait és végóráit, ennél sokkal fontosabb dolog történt tegnap, hiszen 4-0-ra idegenben legyőztük tétmeccsen Angliát, közel 100 éve nem kaptak ki ennyire az angolok hazai pályán, és hát az angol szurkolók magatartása úgy 90 perc alatt gyorsan megváltozott, az elején a mi himnuszunkat, a végén a saját csapatukat fütyülték ki. Én azt gondolom, hogy magukért beszéltek magukért beszélt a teljesítmény, a magyar csapat elképesztően profin, elképesztően jól összezártan játszott, csapatként játszott, az egyéni teljesítmények mellett egy igazi közösség volt, és az a helyzet, hogyha valaki laikusan megnézte volna a tévét, nem magyarként, nem angolként, akkor láthatta volna, hogy a magyar csapat mennyire jól játszott, hogy van egy csapat, ami mennyire ügyesen, mennyire profin, mennyire gyorsan, mennyire szívből játszik, mert ha van hit, akkor mindent el lehet érni, és hogyha szívből játszik a csapat, akkor át lehet ugorni bármilyen akadályt, és nekünk magyaroknak külön büszkeség, hogy ez a csapat tegnap, ez a nemzeti válogatottunk volt, a magyar címeres meszt viselő csapat. Ugye hát, hogyha van hit, arra azért az egyik magyar szurkolók által kivitt Molinó is utalt, amely szerint magyarok azok csak Mária előtt térdelnek le, tehát a hitük miatt térdelnek le Isten előtt. Tehát ez most sport vagy politika, és ezt igazából a ma reggeli kommentárok okán kérdezem Öntől, akár az angliai sajtót, akár az európai sajtót, kommentárokat, ha figyelem, többen azt vetik föl, hogy lehetett volna erősebb jelzéseket is adni. Ugye azért, már hogy az angolok részéről a magyarok irányába, politikai szempontból, ugye azért ne felejtsük, hogy a magyar himnusz alatt mit kiabáltak, milyen rigmust kiabáltak, rasszistázták Magyarországot, tehát ez legalább annyira próbál, vagy lesz most már, de ez lehet, hogy az egész sport életre igaz politika lenni, mint sport? Hát az a helyzet, hogy az angol lapok és az angol szurkolók a gyermekeinket támadták meg legutóbb 10 nappal ezelőtt, amikor a Puskásban volt itt Budapesten a magyar-angol, ahol szintén nyertünk egy 1-0-ás vereséget, 1-0-ás győzelmet könyvelhettünk el magunknak, és egy vereséget az angolok, akkor a gyerekeket okolták. És azt gondolom, hogy ezzel is átléptek egy olyan határt politikailag is, meg a sportban való fair play, a tisztesség témájában is, amit nem szabadott volna. Nyilvánvalóan a gyermekek semmilyen ártó, káros mondatot, semmilyen rossz dolgot, semmilyen kirekesztő dolgot nem mondtak, nem csináltak. Öröm volt, hogy van ez a kiskapu az átkapus mérkőzéseknél, és a 14 év alatti gyermekek ott szurkolhattak, és egy életre szóló élményt szerezhettek, hogy 60 év után le tudtuk győzni a válogatottak, egy életre szóló élményt szereztek a magyar válogatott tagjai ezeknek a gyerekeknek, és őket is elkezdték szidalmazni az angol lapok. Aztán a magyar himnusz alatt tegnap olyan rigmusokat kiabáltak be, ami elfogadhatatlan. Nagyon érdekes, amikor mondjuk egy vagy két magyar szurkoló valamit kiabál, és az nem tetszik az UEFA-nak, akkor az egész magyar közösséget bünteti. Most meg nem tudom, hogy indul-e egyáltalán eljárás, vagy csak félrenéznek a tegnapi viselkedés miatt. De visszatérve az eredeti kérdésére, ez sport is, és nemzeti büszkeség is, és ezáltal a közéletünk része is, inkább ezt mondanám, hogy közélet, hiszen azt gondolom, hogy nagyon sok magyar ember ma úgy ébredt, mint én, hogy gyorsan megnézte a telefonját, hogy ezt nem álmodta éjszaka, hanem tényleg így történt-e, amit tegnap este láttunk, és örömmel állapítottam meg én is, hogy tényleg 4-0-ra nyertünk az angolok ellen. Csodás játékkal, nagyon jó gólokkal, nem beszenvedett gólokkal, ami egyébként a fociban ugyanannyit ér, hanem szép gólokkal, felépített támadásokkal, és azt gondolom, hogy az üzenetünk is egyértelmű volt. Nekünk a legfontosabb, az ott pályán lévő játékosoknak a legfontosabb a nemzeti címerhez való megfelelés, a mez méltósággal viselése, és hogy mindent az utolsó leheletig kiadjanak magukból és küzdjenek. Ezért mondtam azt, hogy a szív és a hit diadala volt. Szerintem az angolok nem ezzel a lelkülettel mentek fel a pályára, Szalai Ádám még viszont igen, és ez meghozta az eredményét. Ugye azért egy érdekes helyzet ez, mert, és akkor itt most kapcsoljunk át az aktuál politikai dolgokra, egy kicsit eltávolodva, vagy teljesen eltávolodva a sporttól, mert nyilván máshogy és más szemüvegen keresztül nézik mostanában Nyugat-Európában azokat az ügyeket, ahol a magyar címer megjelenik. Legyen az a
legyen az egy sportesemény, vagy legyen az egy politikai természetű támadás. Olvasgattam én is ma reggel a kommentárokat, például az angol labdarúgó válogatottnak a Facebook oldalán néztem a kommentárokat, és hát annyi maradt nagyjából az angol szurkolóknak, hogy az ott hozzászólóknak brit részről, hogy ilyen mondatokkal találkoztam, hogy a magyarok fizethetnék végre a saját számláikat, nem pedig Nyugat-Európán élősködnének. Ez volt a legtöbb kommentárt kapó az angol labdarúgó válogatott Facebook oldalán megtalálható kiírás. Nem tudom, hogy például, és akkor itt a Magyar Országgyűlés is beemelem, az orosz-ukrán háború, nyugati szankciós politika, az, hogy ez hogyan érinti Magyarország gazdaságát és az Európai Unió gazdaságát, annak erejét, a jövévi tervezhetőségét, az például téma-e ezekben a politikai körökben, úgy Nyugat-Európában, mint akár a Magyarországgyűlésben? Szerintem ez az egyik legfontosabb téma, hogy az orosz-ukrán háború gazdasági következményei, az energiabiztonságra vetett következményei, az európai gazdaság egénygyülekező sötét felhők, amik akár egy világgazdasági válsághoz is vezethetnek, és nagyon súlyosan érinthetik Európát, mivel azt látjuk, hogy egy elhúzódó háborúról van szó, azok hogyan érintik az egyes tagországokat, és milyen stratégiát kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne meggyengülve kerüljön ki, ne kerüljenek ki az egyes országok ebből a válságból, és milyen út vár Európára az orosz-ukrán háború után, hiszen azt gondolom, hogy bár elhúzódó háborúra számítunk, egyszer majd vége lesz, reméljük. Szerintünk a legfontosabb, hogy béke legyen, azt tud a legjobban segíteni a gazdaságon is. De amíg nincs béke, addig viszont nem elhibázott szankciós politikát kell alkalmazni, nem olyan döntéseket kell hozni, amik jobban ártanak Európának, mint amennyire ártanak Oroszországnak. Mert most az energia területén lassan ezt látjuk, amíg Oroszország másfele is el tudja adni az energiahordozóit, amíg Oroszország április-májusig megkereste azt a pénzt az energiahordozói eladásából, amit tavaly egész évben, addig világosan látszik, hogy nem működik az a szankciós politika, aminek eredményeképpen az oroszok negyed év alatt megkeresik az egész éves pénzüket, de az európai polgárok, például a budapesti villamos energia árhoz képest 4-szer, 5-szer, 6-szor vagy akár 10-szer annyit fizetnek szerte Nyugat-Európában, ha már az angolokat hoztuk példának, most az Angliában a benzin átlagára 786 forint, ami Magyarországon 480, és sokaknak, hogyha beköszönt majd a tél ősz után, akkor olyan gázszámlái, fűtésszámlái lesznek, amit nehezen fog tudni kigazdálkodni. Hát szerintem az Európai Uniónak is, és az európai közösségnek is, most beleértve a briteket is, olyan politikát kell alkalmazni, és olyan gondolkodás irányába kell elmenni, ami nem összeomlasztja a gazdaságunkat, ami nem árt nekünk, hanem kitalálni azt, hogy ebben a helyzetben hogyan tudjuk megteremteni a szuverenitásunkat, függetlenségünket megőrizni, és hogyan tudjuk megteremteni azt a versenyképességet, amivel a nehéz gazdasági helyzetben is győztesként tudunk kijönni. Itt Magyarországon a rezsicsökkentési és a honvédelmi alapok puszta léte és feltölthetősége azt igazolja, hogy van még ebben a helyzetben is azért olyan ágazat, ahol keletkezik extra profit? Mert az ellenzék szerint, a magyar ellenzék szerint ez a tétel nem létezik, mármint az extra profit, mint olyan. Mégis ez a megoldás is terjedni fog, úgy néz ki Európában. Egyre több kormány jelenti be, hogy hasonló eszközhöz nyúl, mint a magyar kormány, hiszen látjuk azt, hogy vannak olyan ágazatok, akik igenis extra profitra tesznek szert ebben a háborús helyzetben. Természetesen ez az extra profitra kivetett különadó a normál, rendes profitjukat nem érinti, és az extra profitnak a teljes egészét sem érinti. Vannak olyan helyzetek, egy háborús helyzet, egy inflációs helyzet, ilyen lehet, ahol egyébként többletmunka nélkül, vagy a szolgáltatás minőségének emelése nélkül olyan plusz profitra tesznek szert vállalatok. Különösen ez igaz például a banki szektorra, ahol a alacsony betéti kamatok mellett, amit a lakosságnak adnak a bankok, ezek jellemzően akár 1% alatti betéti kamatok, a folyamatosan emelkedő kamatkörnyezet miatt sokkal nagyobb kamatra tartják a mi pénzünket, például a Nemzeti Bankba, a jegybankba, és ezáltal olyan plusz bevételük keletkezik, olyan plusz profitjuk keletkezik, amiért nem megdolgoztak igazából, és itt, amikor a közteherviselésnek a rendjét
egy kicsit, kicsit át kell szabni, amikor magasabb hozzájárulást várunk ezektől a vállalatoktól időlegesen, azért, hogy a mostani helyzetet orvosolni tudjuk, és a nehéz világgazdasági helyzetben egy ellenálló Magyarországot tudjunk kialakítani, akkor szerintem jogos az az igény, hogy ezek a nagyvállalatok, akik a mostani helyzetben extra profitra tettek szert, ők nagyobb részben vállaljanak a közösből. Egyébként az európai, nyugat-európai, hát mondanám, hogy elsősorban balliberális politikai elittel, de ez most már nem teljesen fedi a teljes kört. Tehát, hogy úgy általában a nyugat-európai politikummal nem azért van ennyi vitája a magyar kormánynak, mert nyugaton nem akarják, hogy kiderüljön a magyar alternatíva működőképessége? Abszolút egyetértek önnel, ez egy fontos szempont, hiszen a nyugat-európaiak elmondták azt a tézist, hogy csak a liberális demokrácia lehet sikeres, csak az ő progresszív világuk az, ami sikerre vezethet egy országot, és amikor látnak ellenpéldákat, tehát Magyarországon vagy Lengyelországon, ahol a konzervativizmus, a keresztény demokrácia is lehet sikeres, és amikor a közép-európai gazdasági növekedés rendre felülmúlja mostanában a nyugat-európait, amikor a közép-európai foglalkoztatottsági adatok rendre felülmúlják a nyugat-európait, akkor nyilvánvalóan a nyugat-európaiak félnek attól, hogy kiderül, hogy amit eddig hegemon politikaként és életmódként hirdettek, a liberális demokrácia, az nem az egyetlen és nem kizárólagos, nem csak úgy lehet egy ország sikeres, ahogy ők mondják, márpedig ha ez bebizonyosodik, akkor számukra félő, hogy egyre több ember fogja Európában ezt az irányzatot választani, ami alapvetően egy patrióta, a nemzeti szuverenitás megvédésén épül, de minden országgal kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést vár el, és ami a nemzeti büszkeség, aminek a nemzeti büszkeség az alapja, hogy visszakössek az első témánkhoz, ezt a nemzeti büszkeség tankba tegnap jó sok üzemanyag érkezett, továbbra is van mire büszkének lennünk, ezért érzünk magunkban felelősségérzetet és dolgozunk a hazánkért, amiből eredmények következnek, és erre ismét érdemes büszkének lenni. Igen, hát ugye azért dolgoznak rajta nyugaton, hogy ne derüljön ki, hogy a magyar alternatíva működőképes, és ez tegnapi hír, hogy egyes liberálisnak mondott politikusok, például Guy Verhofstadt petíciót indítottak, hogy eltöröljék a vétót az európai döntéshozatalban, szerintük ugyanis a vétó öli meg az európai egységet. Vagyis, és innen már kérdezem, akkor van európai egység, ha mindenkire rá van kényszerítve ugyanaz az álláspont, és nem önkéntes, hanem oktroyált módon irányít Brüsszel? Hát most nagyon-nagyon-nagyon durva ez a hír, amit ön is felhozott, Guy Verhofstadt aláírás gyűjtése, mert hogyha picit mögé nézünk, akkor miről is van szó? Az Európai Unió az a demokrácián nyugvó társulás. Minden országban népszavazáson döntöttek arról, hogy szeretnének-e csatlakozni az Európai Unióhoz. Az Európai Unió tehát a népakaraton nyugvó közösség, és itt azt gondolják, hogy akik nem értenek egyet a többség véleményével, többség akaratával, azt el kell hallgattatni. És legfőképpen olyan döntésekben, amik az adott országra nézve is kötelező érvényűek. Úgy akarják kikényszeríteni ezt a döntéshozatalt, hogy miután mi magyarok önként és az Európai Unió támogatva csatlakoztunk az Európai Unióhoz, ne legyen szavunk olyan kérdésben, ami ránk is hatással van a mindennapjainkra, az életünkre, az adórendszerünkre, a bármi másra hatással van, hogy mi mit és hogyan csinálunk. Ez ugye azt azért tegyük tisztába, hogy ez nincs összhangban az Európai Unió alapszerződéseivel, szerintem nincs összhangban a demokráciával sem, és ez már legyen az ő bajuk, de nincs összhangban az általuk hirdetett liberalizmussal sem, ugye Guy Verhofstadt a liberális pártcsalád egyik képviselője, inkább arra az időkre emlékeztet bennünket, amikor Szovjetunió volt, és a Szovjet Birodalom tagországainak Moszkvából megmondták, hogy mit kell csinálni, és hogyan kell csinálni.